Sok szeretettel köszöntöm Önöket. A Székesfehérvári Vörösmarty Színház alkotó közössége 2015-ben mutatta be az Atlantis program első előadását Bojtárból Tündér király címmel. Ezzel egy izgalmas és egyedülálló színházi, kultúrtörténeti folyamat vette kezdetét. Az Atlantis program küldetése, hogy a diákokat közelebb hozza a színház különleges világához, testközelből megtapasztalhassák, milyen érzés egy ilyen alkotóközösség része lenni. Ma este az Odüsszea című előadást láthatják, amelyet 14 iskola több mint 350 diákja játszik. A felkészítő tanárok mellett mentorok is segítették a gyerekek felkészülését. Kis Diana Magdolna, Varga Lili, Kerkai Rita, Kozári Ferenc, Juhász Illés, Tűzkő Sándor, Keller János, Kelemen István színművészek, valamint Láposi Réka drámapedagógus. Az Odüsszea egymás után következő jeleneteit különböző iskolák diákjai játsszák, így elevenedik meg az eposz egészen. Az előadott jeleneteket a zsűri értékeli. Középiskola, általános iskola, valamint különböző kategóriákban számos oklevelet osztanak ki. A zsűri tagjai. Dr. Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója. Török Szabolcs, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ Székesfehérvári Tankerületének igazgatója. Dr. Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója. A zsűri elnöke, dr. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Az előadás végén a zsűri visszavonul, hogy meghozza döntését. Ez alatt egy rövid szünetet tartunk, majd a szünet után megnézhetik a próba folyamatról készült rövid verkfilmet. A verkfilm után visszavárjuk a zsűri tagjait, hogy átadják az okleveleket. Jó szórakozást kívánunk! Kedves vendégeink! Kérjük, hogy az előadás zavartalansága érdekében kapcsolják ki mobiltelefonjaikat. Kellemes estét kívánunk! Thank you.
Thank you.
körülben Szentfalu Tróját, sok népvárosait, eszé járását kitanulta. Tűha! S tengereni sok erős gyötrelmet tűrt a szívében. Menteni vágyva saját lelkét, társak hazatértét. Nem gondoltam, hogy újra erről lesz szó a tanácsban. Emlékszem, mikor ő tavaszált, s elhagyta hazáját. Tavaszált, s elhagyta hazáját. Tavaszált, s elhagyta hazáját! Bűneiben a lopé kezét csuklónál fogva, ilyen szavakat szólt. Trója alól, aki hazaindult és megmenekült, valamennyi görög otthon van már. Csak Odysseus nem láthatja hazáját. 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 Fiat vagyok én igazán, add
hogy Odysseus haza már sose jusson. Hallak, fiam, még szenvedek érte. Odysseus útját hitakába, kérésedre én elzárom. Szenvedjél, amíg leperek hazug érte. Míg dühös ez, azóta is fűzni hagyja Poszeidon. Ne ereszti! Jó társai sorban elvesztek, szörnyű halált haltak. Már egyedül csak ő maradt. Odysseus, emberei mind oda vannak. És ő maga is felük szólítva fogja. Ül a szép szigeten, és a halálát várja. Rajta. Most itt együtt ne itt mondom, hogy a fügyült az haza végre. Soha! Poszeidon a haragját már tegye félre! Thank you.
Szemem látára öldösik juhaim, gabonámat hallják is, boromat isszák, és én tehetetlen nézem. Mire jó ez mond? Mire? Itakának és körben a szigeteknek ahány fejedelme vagyon, mindanyámnak kéri kezét. Látom, nagy szükség van itt egy hősre, hogy ő a kezét a pimasz kérőkre fölemelje. Thank you.
Mi történik? Hol a borom? Na, gyerünk, fiúk! Én elopni gyerekik, ég a házad idekik! Én elopni gyerekik, ég a házad idekik! Azt nekik a
te a fád, Odysseus faragta. Eljön hamar az, ki gőgös testük és látni kitapossa. Elmegyek, híreket tudok volni, hogy kedves apám hazatére. Rátok krumfékvárba ez így lesz! Esztünket forgatja fejében a jó eszű ifjú. Hozd majd rád veszedelmet a gyermek messzi kloszból. És jönnek Spártából, tám küstént a szabára. Lélek ölőmérnyek hozzon, a borúk az erejnek. Kisúljon csak körbe a jóba, messze kattok. Tudjál rád szörevénkkel messze. Itt vagytok.
Merről járjátok a tengeri ösvényt? Nesztó! Akhájuk nagy nevű hőse. Itakából jöttünk. Nem közös ügymelyről szólok, egymagam én csak. Nemzőnk hírét kutatom, isteni tűről lelki Odüsszeusz. Tróját vele legyünk túl a felektől. Mert hősök nekik trójakkal verekedtek, minnyiről tudjuk volna, hogy szörnyű halálnak. Csak édesapámról nincsen, élet vagy meghal. Télem akkosz, atyát, ha rád pillantok, a bámulat elfog. Mert a szabadjárása is épp olyan. De jó fiam, nem tudom azt, hogy kik menekültek meg közülünk, vagy kik hullottak a vízben. Magam is csak alig menekültem, mert Poseidon, a földázó kékai isten. Megharagudott ránk, fújjadbe mögő görögökre, és hazatartó hajóink nagy viharukban széttördelte. Fiam, nem tudom, hogy apád nagy Odüsszeusz élet, de azt tudom, hogy Trója alatt a harcban nem láttam, hogy bárkit olyan nyíltan szeret isten, mint amilyen nyíltan segítette apádat Athéné. A bagoly szemű a távolból nem menti könnyen, ha akarja. Bocs, hogy nem csodos hazaértél. Öntsünk hát bors, vizet egybe, véle Poseidon tisztel, stb. Nagyisten. És gondoljunk aztán a pihenésre. Tűnik a fény utána kívánok, a hajók földön. És nem fog az én drága barátom sarja hajódeszkán elindulni. Amíg e földön élek, s mik voltam után, félig töltik meg a termet. Hadd vendégeink vendégeinket, kik a házba vetél. Szép lány!
akkor mind odavesztek a vízbe, őt pedig erre a partra sodorta a szél meg a villám. Én voltam az a szél és az a villám! Odysseus, amíg él, üzzön, hajtom egyre! A döntés megszületett. Odysseus, haza kell, hogy térjen! Menjen hát! De kísérletet hogyan adjon neki? Nincs jelzős gályája és jelzős emberese. Eddig itt tartottak. Most menjen! Odysseus útját Itakába már elzártam. Bolyongjon, amíg lepereg az élete. Magányos leszek, ha Odysseus elmegy. Ekkor Odysseushoz ment el Kalipszó nimfa. Tégy nekem eskü, hogy nem tervezel el újabb rettenetes bajt. Esküszöm. Hogyha azonban szíve tudná, mennyi síralmat kell még eltűrnie, akkor nem menne. Hadd beszélj gyújtott át neki. Két érünk, észből készült ez. Oda vitte, ahol nagy, könnyen úszó fák magasodtak. Ő meg vágta a fát, sebesen végezte a munkát. Húzd meg jobban! Menjen a munka! Aki itt van, mindenki húzza! Húzd meg jobban! Menjen a munka! Aki itt van, mindenki húzza! Tudnaépítés! Egy, kettő, három, négy, öt. Ezt én építettem, két kezemmel. Negyedik nap jött, és készen is állt az egészünk. Szigetéről már tovább küldte Kalipszó. Szemedben könnyek, szemedben könnyek. Haragszol rá, haragszol rá. Langyos jószát is küldött útjára, szerintem. Vászlait itt feszítette ki a fényes Odysseus. Kormány elé ült, és evezett, jól érte a módját. Tíz! És én tapom át csiklót tudajával a szárom! Ekkor feltűnt hallják név szigetének árnyas csúcsai. Ekkor meglátta Poszeidon őt, bérceg tetején, látta a hapegyeit hajózni. Íme a falják föld közelébe került, hol a sors a bajok szorító hurkából megszabadít. Ám de kimondom, hogy még addig is éri elég baj. Szólt és kézbe vevő szigonyát, feleveket gyűjtött, feldúlta a tenger. Bárki is vagy, uram, könyörögve köszöntelek mély vízből. Fenyegető üzött hozzá Poszeidon. Uram, bárki is vagy, könyörülj! Üzömöd a bűnös! Üzöm, hajtom egyre! Aki meri, mentse! Szavazásra került már a kérdés. A döntés megszületett. Ha vizen kell hazajutnia, én nem segítem. Ez a végső szó. Azt én mondom, ki nem te! Két éjjel snapolát hánykódott, ekkora duzzadó hat tetején. Téves doktor várta a végbetegedet. Ám, hogy a harmadikat meghozta a
a szép hajú hajnal, ekkor végre elült már a szél. Szélcsendben a hullám elsimult. Ekkor meglátta Odysseus közelében a földet. Most néj a kizány, érez jól magad, és ha elhajózunk hosszú vizeken, néhány gyönyörű, még húrva helyzetünk, de úgyis visszaérkezel. Partra érve már csuklott össze a térde, mert szívét leigázta a tenger. Meg? Eldőbb keresett, oda bújt hát, lombjuk alá! Álmok szórok szemére, hogy a szüntesse azonnal nagy kimerültségét. Jó szemhiát betakarván, s gyógyító álmot küldök szívére. Bye.
hazaérve Alkinosz király Odysseust megfogta kezénél, s tűzfej elől karszékbe vetette le őt. Hozta a szolgalánya vizet, s öntötte kezére, s a gyalultasztal odatolta. Zeusnak locsancsunk színbort, mert hisz a vándorokat is ő kíséri az úton. Jó idegen, most mondd, honnan jöttek? Szörnyű nehéz elmondani minden sorra, királynő. Mert hisz olyan sok kint bajt mértek az égi lakókra. Van bizonyos sziget, jó messze a vízben. Ott Kalipszó él. Félelmetes istennő. Hét álló esztendeig éltem nála. Végül maga küldött akkor hazámba, pedig már nem is reméltem. 10 és 7 napon át jártam tutajommal a tengert, ám amikor föltűntek a földetek árnyos szép hegyei, akkor Poszeidon szörnyű vihart küldött rám. A tutajom széttört, én magam meg a vízben úszva jutottam idáig. Lányok találtam a parton fekve, éppen csak éltem. Nincsen már vágyam, csak hazajuk vitakám, amit nem láttam már 20 éve. Jó idegen, én hazajuttatlak, megígérem. Már holnap. Hál' Istennek. Áréti királyné a szolgálókra parancsolt, vessenek áldott a tornát. Jöttek a szolgálók, bákját hordozva kezükben, s dagadó ágyát sebesen betekedve betett. Indulj már idegen, lepihálhatsz, készen az ágya. És Odysseus ment, és annyi veszítséges éjtemmel szúnyadt, szívében reménye. És ahogy a rózsás új hajnal kért ki a ködből, serkentárgyáról bajnakot. Mentek a király és ő gyűléstérre, mely ott épült a hajózás. Folyák, főnökök és vezetők, mind jeltek utánam gyűlésünkbe a vendégről hírt halad nyomban. Nagysebesen megtelt a piac, megtelt a fülésről, hogy gyűlöket. Folyák, főnökök és vezetők, hallgassatok én rám. E nem ismert vándor jött palotánkba, és hazakísérést kér. Hát szokásunkhoz híven küldjük haza bárkán. Odysseus nagy bíbor köpenyét fogván fölvont a fejére izmos két kézzel, és vele szép arcát benne tartta. Mert szégyelte, hogy észrevegyék, mint csontla könnyen. És most mutassuk meg vendégünknek, miként értünk el birokra, szaladni a pályán, hajítani diszkoszt! És így lesz, és legelőször futásban versenytek az így. Mások a gyötrő birkózással próbálkoznak. Zeus volt itt, ki legyőzte a bajnokokat, mind. Végül gyülekeztek mind a versenyzéshez. Rajta! Kérdezzük meg velünket, ért a versenyhez! Rajta! Kísérled meg te is a versenyt! Hátad a mutat módját! Szívemet a gond most jobban nyomja, mint az a verseny. Fő a haszonnak rabolt kincs, ugye? Hagyd már! Nem érintettél! Nem látszol a versenyzőnek! Add a követ! S fölugrott. Fogta a vastag diszkoszt, megpörgetvén izmos keze elhajtotta. Zúgva röpült az a kő, s leoltak a földre az összes fajákok, mint sorokat. S az a többi ilyen túlszállt. És az útját mérte a tévén, férfi alakján. Ezt érjétek el, ifjak, a legközelebbi dobásnál. Jól van, legyőz mindenki, vagy ne legyen Pallas a tévén. Megharagítottátok a szívem. Így szólt, és erre azok mind hosszan csöndbe mentek. És most idegen, áruld el végre nevedet. Odysseus vagyok, Laertész sarja.
utam, hadd mondom el immár, hogy Trójából haza útnak eredtünk. De pár nap után lecsapott ránk egy szörnyű vihar. Hallgass mindezt, ó fajákok királya és szépséges királylány, Nausicaa. Igen, igen. Mondja, kedves Odysseus. Na de kislányom, hát komolyan. Vonal tőle haladtak a bárkát, és a vitorlák három meg négy részre szakadtak a szél erejétől. Vigyázz, hogy a vezök tép! Húzd meg! Húzd meg! Húzd meg! Ember nem látott még ilyen vihart. Itt veszünk valamennyien. Tőle a hajó! Ember a vízben! Segítség! Oly! Oly, oly! Magyar úr! Húzd már ki! Húzd már ki! Arra húztam rád az Istenet, Odysseus! Én Odysseusom! Helyszínű, hát komolyan elegem van. 9 napon át hányultam a szörnyű viharnál. 10. nap végre elértünk partja elé a virágos rából Lótusz előtnek. Ott szárazra kiléptünk. Én társadalmat voltam. Megtudatolják, hogy mi népek földjére sodor. Két embert kiszemeltem. Jorgosz, Habokosz. Mondom, két embert kiszemeltem. Okosz ki a válasz, vigyétek a szemem elől őket! A hírnök harmadikul ment. Kárnosz? Mondom, Kárnosz! Ki? Én? Szerinted ki a hírnök? Magos, Haragosz, vigyétek! Mentek, és elkeveredtek azonnal a jó szemükkel, így megizleltették vélük a jó ízű jó hogy miféle szerzet. Meg kell tudnom, hogy itt milyen emberek élnek.
Őfősekre? Törvényel mit se törődök? Vagy vendég szeretős? Elmi, féli az Isten. Jaj! Nem volt kedves, mikor eljött az encefalográfia. Hozta a súlyos terhet a száraz fát, hogy azon főztesse az ételt, majd az üreg völgyére ledobta, és hát mi remekbe bemutottunk az üreg zugolyába. Be, menjünk a barlangba, be! Jó, hogy érted minden! Be, menjünk a barlangba, és nem vesz észre. Milyen aranyos barikát? Hát, kislányom, most komolyan, előre vett le! Ne hozzá! Hű! Milyen szag van? Érdekes, érdekes gyömbéres íz keveredik a körök tenger ánizsos szagával. Amit megélhet a mosatlan katonai bóló veretes zavat, amit így nyomni. Na kik vagytok? Nem vesz észre mi? Hogy én ebbe belementem? Dolgotok is van itt? Vagy csak itt vaktában bolyogtok erre, he? Nem ettünk a félelemtől, mert az erős mély hang meg a roppant termet is ijesztett. Abba ment volna, hadd népe hadd még. Trója alól ide-vetve bolyongunk erre, vágyakozunk hazagudni. Tisztelt Isteneinkkel eljött! Ott van a semmi. Ostoba vagy benni? Vagy talán messziről érkeztél? Ha azt akarod, hogy az isteneket tisztelve remegjen, hol van a hajód? Mert szárnyakon csak nem repültél. Mondta a szörny! És nevetett! Hogy a barlang rengedbe lehet! Halálom, bocsogtak fel a követ! Mentem ott neki! Azok egy rusnya dögez! A szemes se áll jól neki, még az az egy sem. De azért ne is gyűjtsük fel! Bátyámat széttörte a föld rázója Poszeidon. Én, meg a társakkal, kikerültem a végleszedelmet. Apuci! Bizonyára jól tetted, hogy megleckészletted őket. Én is ezt fogom tenni. Fölutolva, a társak után a kezét kivetette, megbefogott kettőt, és mint valami kutyakölyköt a földhöz verte. Ajjára egy kiömlött. Átadta a földet, és készített vacsorát testi szétszerve tagonként. Mint a hegyekben nőtt valósnak. Mit se hagyott meg? A húsukat. A belünket. A fejünkben a csontot. Na, aludjunk rá egyet. Már ki tud. Emberevő óriás barlangjába vetett minket a bal szerencse. Zeus, segíts! Úgy sem tudtuk volna a roppan nagy követ elemelni a nyílásról, hova tette. Így hát mi összörökbe bevártuk a rózsás sűrű barlangot. Tudtam! Megmondtam előre! Nem tudtam! És nem is mondtál semmit. Utólag lehet csak okos az ember. Vajon... hányszor eszik egy ilyen? Napjában egyszer? Tízszer? Odysseus, szerinted melyikünk lesz ma neki a reggeli étel? Psz, megmozdul! Milyen tekel? Verjél meg értem! Összes isteni mi! Fussunk szét! Vagy húzódjunk össze! Titeket azt a... Jaa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 
Csak könnyen leálljátok magam, kerette! Be, be, menjünk a barlangból ki! Na végre!
nekünk egy nagy dorongot. Ha egyik lábba metszem, és együtt, közös erővel felemeljük, és a szemébe döfjük, amikor alszik. Jó, jöjjön! Vigyázzatok, jön! Be, 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 menjünk a barlangba be. Be, 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 menjünk a barlangba be. Elfáradtam. Jó estét, kis ember, Rusi. Én veled, barátom. Te feledkezd meg róla. Na, azt ő majd segít nekem. Vedd szórakozzá. Hülyek meg. Levetett örömében a szívem. A szívem két kézzel vakon tapogatózva elemelte a nyílásról, és maga szétterjesztve karját, odaállt a küszöbre, hogy megfogjon valakit, amint az népkén járja.
Ötlet, Zeus mindent szemek urámban, szép sziget, ezt nézzetek!
Tomásznak gyermeke a kedves apával és anyával. Előttük bőven fekszik a rengeteg étel. Akkor én már nagyon éhes vagyok. Gyertek közelebb! Odüsszeusz! Gyere, ő ide mellé! Én pedig arra fogok enni Odüsszeusznak. Ki csinálta ezt a biztos? Hát, drága feleségem. Nagyon bírom. Fúj! Hát mi ez a pocsék kaja? Spenót! Hú, de utálom! Ne finnyásodjatok már! Örülj, hogy legalább van enni való! Meg egy kis csülkölt mag lenne. Akkor lenne igazán ez a szelek szigetnek. Thank you.
Nem kérek most ennivalót. Inkább segítsetek felöltözni, kisminkelni. Hiszen jön Odysseus. Poszeidon megüzette, hogy felém tart. Azt kérte, kínozzam, gyötörjem, büntessem meg azért, amit fiával tett. Ki kell találnom, mi legyen a büntetése, hogy neki nem sem vajon. Az egyetlen férfi a földön, aki kell nekem. Gyönyörűnek kell lennem. Ő is csak egy férfi hívjét. Olyan tiszta, mint az összes többi. Nem lesz részletű kell, nem lesz szeretni. Tudod, te jól, hogy kell megbüntetni. Hát miért való az a jó kis anyag, amit a többieknél is bevetettél? Mézes borocska? Haha, jó kis borocska inkább. Lányok, először nem a szavazati jogukat kéne kivívni? Hülye feminista! Nézd csak a trófeáidra! Mi férfi volt, hogy gyönyörűen tiszt újra palotára. Ne vágyok az Odysseus után. Felesége van és szeretik. Igazatok van. Én mégis elakadok érte. Persze, hát itt majd meg kell bűntetnem. De nem adom fel a tervemet, hogy az enyém lesz. Nézzétek meg! Nem érkeztek még meg? Mikor is a baj készülni? Ha megint? Ájjájé ájj, szigete! Itt él Kirké, a félelmes zengő szavú isten! Egy varázsló! És honnan szeretsz, hogy esik? A Wikipédia ír. Ja, az más. Ja, pusztán úgy, hogy bírok is varázsokat. Volt ilyen belészünk, nem is kevés. Na, elég a vitából, menjetek előre, mi majd megyünk utána. Előről ott volt. Te tudsz írni? Én van. Diktálok egy nevet. Kinek szól jó uram? Drága feleségemnek, Penelopénak. Tudod, parancsosnak. Szép hajú istenő kapuja. Hát ilyen gyönyörűen énekel? Hát azért ez nem egy szirén hangja. Milyen legyen egy domina hangja, egy rockeré? Biztatni a törzsöt. Ugye vagy, hogy megyünk dobni. Ő is varázsolő volt, vagy ez. Már nem is tudom, hogyan mondjam. Ki az? Ki nem Odysseus? Ők azok, az Akhály harcosok? Na, elég a dolgából, bemegyünk. És Odysseus? Ő is jön minden. Politész és a többi hős akár. Isten, mi kell? Kérjétek beljel! Én inkább kimaradnék! Pénz? Csehetjen itt az kis okoska! Kimaradok! Őrködni tudok! Ki tudja, mi történik? Menj csak, hogy állok! Nézzék! Milyen különös trófeák? Mintha emberek lennének. Én is furcsán találom őket, de menjünk, mi bajunk lehet. Mit adsz neki? Mit? Hát a bort. Mindenféle fűdísznó, hát legyenek is azok. Menjetek, adjátok oda neki. Mézes bort kaptok harcosok. Többit meg, a
csodálataid vannak. Aranyos serlekben, mézes bort kapsz, Kicsi Augustus. Itt ki kell velem. Hát jó legyen. Itt áll! És nem kész meg a méreg! Ember még sose állt, aki így ezt a varázsszert. De nem én! Meglakozz ki, ezt szavamra mondom! Hagyd a kardod! Odysseus! Én hallhatatlan vagyok. Bízunk meg egymáson ezentúl. Ágyamban, kössünk rá fogadalmat, szerelembe vegyünk. Kirké! Hogy legyek veled, ki disznókká változtattam a társaimat? Volt fel az átunk, nem lehet hamar holva. Hát legyen. A kedvedért fősodisztem. Soha többé nem eszem disznót! Hülye vagyok! Most pedig mulassatok, jó harcosok! Odysseus! Téged meg várlak! Kedvetek ellenére, nem maradjatok.